Pünköst hétvégéi nagyszabású ünnepség sorozattal avatták fel a közelmúltban elkészült gyáli városközpontot. Az Európai Uniós források bevonásával létrejött beruházás során megújult a település több utcája, teljesen felújították a város piac terét, új főteret alakítottak ki, és kistérségi szolgáltató központot építettek, melyben a polgármesteri hivatal mellett a gyári járási hivatal is helyet kapott. Az átadó ünnepség a Gyáli Mazsorettek műsorával majd Babits Mihály Zsoltár Férfi Hangra című versével folytatódott, melyet Óber Frank Pál Jászai Mari díjas színművész tolmácsolásában hallhattak a résztvevők. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed s homlokod, úgy nagyobb részed énedből, és nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat. Az ember életében jó esetben legalábbis a kevésbé sikeres periódusok mellett a gyarapodás, a fejlődés időszakai és az ezekhez kötődő jeles napok, kitüntetett pillanatok is jelen vannak. De így van ez a közösségek életében, így van ez egy település életében is. Gyál elmúlt bő két évtizedes története egyértelműen a fejlődés, a gyarapodás kifejezésekkel írható le. A mai alkalom egy városunk fejlődésében meghatározó szakasz ünnepi pillanata. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a vendégeket Gazdik István, a rendezvény házigazdája. Páncél Károly alpolgármester, Tamkós Sirató Károly gyárról szóló gyermekverséből idézett, majd Gyál nem is oly régmúltját idézte fel. Valljuk meg őszintén, Gyál, ami szeretett községünk, a bűnügyi krónikák élén járt, rossz hírű alvó település volt Budapest árnyékában. A 45-ben önálló községé nyilvánított puszta adott otthont az erőszakos TSZ-esítés elől menekülő, a világvárosban dolgozó, annak peremén élő embereknek. 1960 és 70 között a lakosság száma robbanásszerűen nőtt 6000-ről 18000 főre. Olcsó letelepedési helye volt a fővárosban munkát vállalóknak. Milyen képet mutatott Gyál az ide látogatóknak? Zsúfolt, kétműszakos iskolák, közművek hiánya, sárosporos utak, rossz közbiztonság, munkában megfáradt ingázók. De mi gyáliak és az akkori gyerekek, mi így is szerettük. Szerettük a zsúfolt Rákóczi iskolát, a volt strand területét, a kaszásgödröt, a patakpartot, a régi mozit a recsegő székeivel, a földes utcákat, ott, ahol naphosszat játszottunk. Szerettük a futballpályát a mai piactér helyén, ahol átlósan a pályán ki volt taposva a fű, mert ott jártak az emberek a vasútállomásra. Néha mérkőzés közben is. Akkor is szerettük Gyált, amikor ilyen volt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon-nagyon mélyről indultunk. Ez az alacsony presztízsű térség Gyimesi István polgármestersége idején már városként lépte át az ezredfordulót. Ma a régió dinamikusan fejlődő városa, kistérségi központja, és amit gondolni sem mertünk volna, járási székhely. Szeretjük ma is Gyált. Szeretjük kertvárosi hangulatát, új intézményeit, épületeit, köztéri szobrait, közösségi házát, szeretjük templomait, a piac hangulatát, az utcabát és az adventi közös gyertyagyújtást. Mindezt nem kaptuk ingyen. Ami itt van, azt mi gyáliak magunknak köszönhetjük. Ahogy szüleink, nagyszüleink a háborúban földig rombolt helyen otthon teremtettek, úgy most is együtt dolgozunk otthonunkért, városunkért. Köszönet ezért a gyáli polgároknak. Mi gyáliak megtelepettünk, szívósan gyökeret eresztettünk, mint az akác, amely címerünket díszíti.
és dolgozunk felemelkedésünkért, családjaink jólétéért, melynek lélképe az aranyló szőlőfürt. Gyerekeinknek, az első generációs városi polgároknak már nem kell szégyenkezniük gyáliságukért. A nyolcadikosok büszkén viselik a városi címer kitűzőit, amelyet Pápai Mihály polgármestertől kapnak ballagás előtt. A kicsik pedig vígan szaladgálnak, 50% anya, 50% apa, 100% gyár feliratú pólóikban. Tisztelt ünneplők! Nagyon mélyről indultunk. A városközpont avatása szép esemény a település életében, de nem végállomás. Nem végállomás, mert még nagyon sok munka és feladat vár ránk gyáliakra. Bethlen István volt miniszterelnök szavaival, köszöntöm Önöket, csak is a polgári munka, a polgári rend értékei mellett lehet továbbépíteni gyárt és az országot is. Dr. Szűcs Lajos, a parlament jegyzője, Pest megye közgyűlésének elnöke, köszönetét fejezte ki a gyári lakosoknak azért a türelemért, amelyet az épület megépítése alatt tanúsítottak. A világ változik, állandó mozgásban van, és ez a mozgás egyre gyorsabb, ezért az olyan ember, akinek nincsenek gyökerei, akinek nincs egy igazi otthona, egy biztos pont az életében, az nem lesz képes arra, hogy lépést tartson a gyorsuló világgal. Ezért olyan nagy a mi felelősségünk is. Mert az elmúlt 20 évben itt Gyálón, a főváros határában sok ezer ember keresett magának nyugodt, emberi léptékű világot. Egy olyan helyet, ahol biztonságban élhetnek a családok. Emlékezzünk arra, mit kerestek az emberek. Emlékezzünk, hogy olyan döntést hoztak, ami egy életre meghatározta a sorsukat. És hogy a döntések köteleztek minket, és kötelezték a város vezetőit, hogy mindent megtegyenek azért, hogy a város valóban az legyen, aminek megálmodták. Biztos otthon, biztos menedék, biztos jövő. Az újrakezdés készségét nevezte a magyar lélek legfontosabb sajátosságának dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke. Magyarország, mint minden ország, csak akkor lehet sikeres, ha sikeresek a benne élők, a családok és azok a kisebb-nagyobb közösségek, amelyben az életünket éljük. Ha sikeresek az emberek szolgálatában az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények, ha sikeresek a vállalkozók és a munkások, sort itt is hosszasan folytathatnánk. Ehhez azonban lehetőségekre van szükség. Lehetőségekre, amelyek megteremtésében az államnak is komoly szerepe van. Komoly szerepet kell vállalnia a kormánynak, és komoly szerepet kell vállalniuk az önkormányzatoknak is. Az Európai Unió minden tagországa számára egy üzleti vállalkozás is. Üzleti vállalkozás Magyarország számára, amit a magunk érdekei szerint sikerre kell vinnünk. Csak akkor tudjuk sikerre vinni, ha a mindenkori kormány ki tudja harcolni Brüsszelben a szükséges pénzügyi lehetőségeket, és itthon megfelelő formában jó pályázatok útján tudja felkínálni ezeket a pénzeket. Csak akkor tudjuk sikerre vinni, ha vannak jó helyek, megfelelő önkormányzatok és megfelelő vállalkozások, alkalmas vezetők, akik tudnak és akarnak élni a felkínált lehetőségekkel. Itt Gyálon voltak ilyen alkalmas emberek. Köszönjük nekik! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, honfitársaim! Nehéz időkön vagyunk túl, még ha nem is múltak el teljesen. A legnagyobb feladványokat megoldottuk, még ha maradt is belőlük szép számmal. Emlékeztessen bennünket a mai nap arra, hogy a körülményeinket kemény munkával és lehetőségeink felhasználásával át tudjuk alakítani. Az Önök közössége ismét példát adott ebből mindannyiunknak. Kívánom Önöknek és mindenkinek, hogy teljesen sok örömük az elkészült városközpont minden egyes szegletében. Isten éltesse a gyáriakat! Kövér László szerint a közigazgatás egyik feladata, hogy az e területen dolgozó tisztviselők modern körülmények között végezzék tevékenységüket, mint ahogy ez Gyálon a teljesen újjáépített polgármesteri hivatalban fogják tenni az átadás után. Pápai Mihály gyálváros polgármestere párhuzamot vont a tervezett és megvalósított álmok között. Foglalkoztat a jövőm, mivel hátralévő napjaimat ott szeretném eltölteni, nyilatkozta Woody Allen. 1990-ben, mikor a helyi Fidesz csoportot megalakítottuk, még ilyen summásan nem fogalmaztuk meg céljainkat.
Azt tudtuk, hogy tenni akarunk egy élhetőbb településért, nem akartunk a zöldségpiac körüli utcákban, illetve a sportpályán lengyel piacot. Akartunk közműveket, utakat, járdákat, közösségi házat és intézményén korszerűsítését, újak építését. Nem akartunk alvó települést, akartunk hagyományokat, értékeket, nemzeti ünnepeket. Az eltelt 23 évben nagyon sokat dolgoztunk. Elkészült az összes közmű, útjaink szilárdburkolatúak, építettünk járdákat, kitelepítettük a lengyel piacot, iskoláink megújultak, két új óvodát építettünk, elkészült közösségi házunk. Van hol megünnepelni nemzeti ünnepeinket, hagyományokat teremtettünk. Van trianoni emlékhelyünk, parkjainkba szobrokat helyeztünk el. 1995-ben Gyimesi István akkori polgármester eltökélt volt abban, hogy Gyál városi rangra emelkedjék. Szívós, kitartó munkája révén 1997-ben város lettünk. Akkor senki nem gondolta, hogy az is vagyunk. Tudtuk, ennek meg kell felelni. Azt is tudtuk, egy valamit magára adó település nem létezhet központ nélkül. 2000-ben jött a gondolat, újítsuk fel az akkori polgármesteri hivatalt, de egy közmeghallgatáson megszületett a döntés. Ide bizony egy új városháza és központ kell. Mára, 2013-ra ez meg is valósult. A régi elnyahanyagolt akácerdő helyén egy új közparkot hoztunk létre. A polgárok méltatlan körülmények közötti kiszolgálására, valamint a hivatali dolgozók munkavégzésére alkalmatlan épület helyén egy újat építettünk. Az élet fura fintora, vagy munkánk elismerése, hogy 2013. január 1-től járásközpont lettünk. Én az utóbbira voksolok. Most sorolhatnám, hány köbméter föld, beton, aszfalt, hány négyzetméter burkolat, meg annyi fű, fa, virág, cserje lett bedolgozva, illetve elültetve. Ezzel nem szeretném mutatni önöket. Heffler Gábor tiszteletes úr a trianoni emlékmű avatásánál áldását a következő szavakkal kezdte. Mit áldjak meg? Követ? Fát? Tisztelt Takaró Károly püspök úr! Tisztelt Fekete Roland káplán úr! Arra kérem önöket, hogy áldásukban azt a rengeteg munkát, verejtéket, ami az elmúlt 23 évben Gyál városát jellemezte, foglalják bele, mert ennek a településnek a polgárai megérdemlik. Tisztelt ünneplők! Most hadd szóljak pár szót a közeljövő terveiről. Még ebben az évben megkezdjük az orvosi rendelő teljes felújítását, akadálymentesítéssel együtt. A jövő év elejére a gyárfelősői vasút megállót eredeti állapotában helyreállítjuk, és igen erős lobbizásba kezdünk egy sportcsarnok megépítéséhez szükséges anyagi forrásért. Nem a műveim után szeretnék halhatatlan lenni, hanem örökké szeretnék élni. Nyilatkozta Woody Allen. Azt hiszem, nem sok embernek adatik meg, hogy örökké éljen. E település lakói mind-mind halhatatlanok, mert ez a fejlődés nélkülük nem jöhetett volna létre. Az áldás szentelés szolgálatát főtiszteletű Takaró Károly, nyugalmazott dandártábornok, tábori püspök, Gyálváros díszpolgára és Fekete Roland római katolikus káplán látták el. Az ünnepség végén a város vezetése bronzplakettel ajándékozta meg a tervezőket, építőket és a kivitelezőket az avatás alkalmából. Ön szerint a lakosság érzékeli már a járási hivataloknak a jelentőségét, a könnyebb ügyintézést? Egy év múlva lehet már igazán látni azt, hogy mennyi haszna volt ennek az átalakításnak. Én az ott dolgozókon keresztül látom, hogy mennyi munkát fektettek be annak érdekében, hogy minél könnyebben tudjának az emberek ügyeket intézni. A minisztérium is azon van, szinte már sanyargatja az alárendeltjeit a tekintetben, hogy minél több szolgáltatást nyújtsanak, minél több ideig tartsanak nyitva, hosszabbítsák meg a munkaidejüket, és minden arra abba az irányba megy, azt a célt szolgálja, hogy minél rövidebb időt kelljen a polgárnak eltölteni, hogyha az ügyeit intézi egy hivatalba. És én remélem, hogy ez azzal is fog járni, hogy nem csak rövidebb ideig lesz ott, hanem hát olyan elbánásban lesz majd mindenkinek része, ami azért Magyarországon nem szokott gyakran előfordulni, hogy úgy érzi a tisztelt ügyfél, hogy az ügyintéző van ő érte, és nem pedig fordítva. Hogyha ezt a szemletet
át tudjuk vinni, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, és a hozzáállását én dicséretesnek tartom a tisztviselői karnak eddig. Ők szenvedték a legtöbbet az átalakítás eredményeképpen, de lelkismeretesen veszik a dolgokat. A Pest megyei önkormányzat hogy áll a 2014-es, 2021-es Európai Uniós pályázati ciklus kérdésében? Úgy állunk, hogy most elindult egy 8 állomásos roadshow Pest megyében, és ennek a közepén vagyunk éppen, már 4 a helyen voltunk, és a következő hetekben eljutunk minden helyre. A lényeg az, hogy éppen egy 45 napos fázisnak a közepén vagyunk, amelyik a terveknek a véleményezésével foglalkozik. A kis egyoldalas gondolatkísérletben most már több mint 400 oldalas az a tanulmány, amelyik a terv alapját képezi, és reméljük, hogy minél szélesebb körben nyilvánosságot kapva valóban egy olyan terv fog kialakulni, mint egy puzzle, egy sok elemes puzzle, mint a 187 településnek a kis képe, meg a vállalkozásainak a képe benne lesz, amiből egy olyan egységes terv készülhet, amelyik az itt élő közel 1.200.000 embernek az életét javíthatja meg ebben a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban. 23 évvel ezelőtt elképzelték volna a mai napot? 23 évvel ezelőtt nem. Nagyon rövid volt a válaszom, ez az olyan egyszerű oktál fogva, hogy 23 évvel ezelőtt az ember azt se tudta, amikor bejött ide akkori tanácsházára, hogy hol van a kilincs. A múlttal kapcsolatban nem nagyon hangzott el, de amikor ez 20-23 évvel ezelőtt elkezdődött, akkor ennek a városnak éppen, hogy elkezdődött az infrastruktúrájának a felépítése. És ez a kezdetektől napjainkig olyan hatalmas változás, hogy az országban a települések között ekkora fejlődés, azt hiszem, hogy párját ritkítja. Melyik az a fejlesztési beruházás, amire ön a legbüszkébb? Én azt hiszem, hogy a közösségi házat nevezném meg, mert ez nem csak egy szép stílusában a városképbe beleillő épület, hanem az embereknek szól, a mindennapi embereknek, ahol mindenki igénybe veszi, és azt hiszem, hogy nem úgy megy oda, mint hivatalban vagy egészségügyben megy valaki, hanem úgy megy, hogy a lelkét, a szellemét építse, és az megfelelő körülmények között, megfelelő épületben, megfelelő emberekkel, akik ott dolgoznak, ez meg is történik. Ma átadásra került a Városközpont, hogyan tovább? Hát, mint a beszédemben elmondtam, itt a Városközpontban van az egészségház, ezt nagyon fontos felújítani, hiszen 20 éve nem nyúltunk hozzá, ez teljes megújuláson fog keresztül menni az év végén és a jövő év elején, mozgáros sérült lift, nyílászáró cserék, tetőcsere, belül ki lesz festve, és nem ez a hófehér kórházi színek lesznek, hanem kicsit vidámabbak, a gyermekorvosi rendelőben figurák lesznek felfestve, bútorzalut lesz cserélve, úgyhogy azt gondolom, hogy erre nagy szükségünk van. A Városközpont átadó ünnepség előtt egy baba-mama sarok került átadásra az ügyfélbarát szolgáltatások növelésének érdekében a Pest megyei kormányhivatal gyáli járási hivatal épületében. A kialakított helyiség mostantól kiváló várakozási és pihenőhelyet biztosít az ügyfélfogadásra gyermekekkel érkező családok számára. A Pest megyei kormányhivatalban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ügyfeleket minden módon, ahogy csak lehet, kiszolgáljuk. Ugye elsőként az országban vezettük be azt a rendszert, hogy január 1-től mindenhol reggel 8-tól este 8-ig, minden járásszékhelyen, az okmányirodában várjuk az ügyfeleket. És most egy újabb lépést tettünk. Gyakori élményem, hogy mivel 5 gyermekes édesapa vagyok, hogy bemegyünk valamelyik gyerekkel ügyet intézni, ő elkezd kiabálni, hogy mondjuk csokit kér, persze pont csoki nincsen nálam, ő is rosszul érzi magát, én is az előttem lévő hátra néz, hogy na hát ezek mit üvöltenek ott, az ügyintéző is rossz kedvű, tehát mindenki rosszul érzi magát. Márpedig, ha be tudunk egy kis sarkot rendezni, vagy egy kis szobát a gyerekeknek, és az addig, amíg szüleik az ügyet intézik, ők tudnak színezni, rajzolni, matchboxozni, egyáltalán játszani, akkor mindenki jól érzi magát, és ebben a lépéssel mindenkinek a problémáját megoldjuk. Minden olyan okmányirodánkban, minden olyan helyünkön, szakigazgatási szervünknél, ahol ügyfélfogadás történik, durván 60 helyszínt jelent jelenleg a megyében, ott bevezettük ezt az intézkedést, és most itt Gyálon is. Ráadásul egy fillérbe nem kerül, hiszen a kollégák maguk dobták össze a dolgokat, persze én is hoztam magammal ajándékot,
és lehetett látni, hogy a gyerekek már örömmel vették birtokba ezt a sarkot, ott játszottak, miközben szüleik az ügyeiket tudták elintézni. Reggel 8-tól este 8-ig tartó nyitvatartás, ez is az ügyfelek érdekében, a gyermekek, kisgyermekek, babák játék lehetőségének biztosítása, ez is az ügyfeleket segíti. Igyekszünk olyan szolgáltatást kialakítani, ami az okmányirodának egy új szerepet ad, és ez alakul át az év végén kormányablakká, ez már mindenhol az országban természetes lesz. A gyáli önkormányzat félkör alakú épületét is magába foglaló kistérségi szolgáltató központ, a városközponti sétáló utca és park, az új parkolók és zöld területek, valamint a piac modernizálása több mint 1 milliárd forintba került. A projekt költségéből több mint 730 millió forintot uniós forrásból fedeztek. Vasárnap délután az érdeklődő városlakók is megtekinthették az épületet. A hivatal dolgozói profi idegenvezetőként kalauzolták a szép számú csoportokat a hivatal folyosóin. Bemutatásra került a járási hivatal ügyfélfogadója, az iktató különböző irodák, a dolgozók komfort érzetét erősítő modern konyha, a testületi ülések és a házasságkötéseknek helyt adó ülésterem. A látogatókat irodájában fogadta Pápai Mihály polgármester is. A hivatal folyosóit a helyi képzőművészek alkotásai díszítik. A tetőn gyálváros látképében is gyönyörködhetnek a résztvevők. A felújított téren pezsgő hangulatban találkozhattak barátok, ismerősök, a felállított színpadon gyálvárosi fuvolyzenekar térzenével, a Kodály Zoltán Zeneiskola, Andrássy Kulman Eszter és a Folk Funk Superstar színpadi programokkal a Csík Zenekar élő koncerttel várta a látogatókat. Az estet utcazenei fesztivál zárta, a jó hangulatról kitelepült éttermek és utcazenészek gondoskodtak.